ismeretlen vonalon keresnek. Jockey Wing. Összetoboroztunk egy csomó lelkes önkéntest, már a szórólapokat is kinyomtatták. Beindult az üzlet, Jockey. Helyes. Hiányoltunk a vacsoránál. Ma nem volt kedvem a közös vacsorához. Mama, nem lenne könnyebb, ha elmondanád, miért veszekedtetek apával? Most nincs hozzá kedvem. Majd máskor. Pamela elmondta, hogy bent jártál az orvosnál. Emiatt vagy ilyen rossz kedvű? Nem. Szóval még el sem mondtad apának? Nézd, én... igyekeztem tiszteletben tartani a ti érzéseiteket. Ezt szeretném, ha most te is tekintettel lennél rám. Halló? Ellie? Itt Harlan beszél. Az emlőváladék labor eredménye nem túl jó. Szeretném, ha bejönnél. Szervusz, kislányom. De jó, hogy itt vagy még. Jó reggelt, mama. Segíthetek valamiben? Megtennéd, hogy beviszel ma is a városba? Hát persze. Denver doktor rendelőjébe? Nem. Most a kórházba kell mennem. Halálra untatom magát, igaz? Miből gondolja, hogy unatkozom? Kérdéssel válaszol a kérdésemre. Ezt utálom magában a legjobban. Persze, ez se igaz. Hogy utálhatnék valakit, akit nem is ismerek? Dühös csak arra lehet az ember, akivel van valamiféle kapcsolata. Ebben igaza van. De az érzések néha úgy jönnek, anélkül, hogy tudnánk az okát. Nem kell mindent megindokolni. Lehet, hogy így van. De azt azért ne tagadja, hogy a többi páciense sokkal izgalmasabb, mint én vagyok. Miért? A férjem szerint én azért választottam éppen magát, mert biztos voltam benne, hogy ki fog kezdeni velem. Most már értem, miért utál. Mert meg se próbálkoztam vele. Nem akarok lefeküdni se magával, se mással. Kaphatnék egy pohár vizet? Hogyne? Szolgálja ki magát.